A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete közös hangos könyvkészítésére invitálja az anyukákat és a nagymamákat látássérültek számára. Vendégünk Nemes Nagy Tünde, az egyesület elnöke. Legutóbb a múzeumban találkoztunk, a Józsa András Múzeumban. Tünde, ott éppen egy kiállítást vezettél tulajdonképpen, ezt a láthatatlan kiállítást, és úgy láttam, hogy nagyon sokan nagyon kíváncsiak arra tulajdonképpen, hogy hogyan tudnának segíteni egy olyan embernek, aki valamilyen látás problémával él, és talán a saját magunk érzékenyítésére, az empátia növelésére például nagyon jó végignézni, végig tapintani egy ilyen kiállítás. Nos, ez a mostani felhívásotok azt gondolom, hogy szintén erről is szól, hogy egy picit érzékenyítse azokat, akik mondjuk nem élnek hasonló problémával, de honnan jött az alapötlet, Tünde? Az alapötlet onnan jött, hogy ha látássérültekről beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy a látássérülteknek nincs biztosítva az egyenlő esélyű hozzáférés. Ez alatt azt kell érteni, hogy mi látássérültek többféleképpen olvasunk. Tudunk olvasni braille-írással kézzel, és ebben a formában, mivel ennek az előállítása nagyon költséges, nagyon kevés az az irodalom, ami elérhető, és hogyha őszinte szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor braille-írással nagyon kevesen tudnak írni és olvasni. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ugye ma már az integrációnak köszönhetően azért azok a látássérült gyerekek, akik tényleg a normál pedagógiai módszerekkel mégiscsak oktathatók, ők például talán meg sem tanulnak, ugye, braille-írással olvasni. Igen, tehát, ahogy mondtam, többféle lehetőség van arra, hogy látássérültek olvassanak. A braille-írás az egy lehetőség, de igazából, aki már eljut oda, hogy az integrációba tanul, tehát inkluzív keretek között tanul, középiskolában, általános iskolában, vagy felsőoktatásban, sokkal hatékonyabb, hogyha megtanulnak 10 ujjas gépelést, és számítógéppel, képernyomosó applikációval ellátott számítógépen történik az ő jegyzetkészítésük, és ebben a formában is tudnak olvasni, hiszen a digitális tartalmak már sokkal elterjedtebbek, sokkal több digitális könyv érhető el, mint braille vagy hangos könyv. Ez a mostani felhívás, amiben tulajdonképpen édesanyákat, nagymamákat hívtok olvasásra, ez egy picit talán szélesíti azt az hozzáférhető irodalmi anyagot, amivel mondjuk rendelkeztek? Így van, tehát ennek az a célja elsősorban, hogy látássérültek, akik a hangos könyveket kedvelik, mert hogy a hangos könyv az elsősorban nem a látássérülteknek lett kitalálva, ezt úgy szoktam mondani, hogy mi ezt egy kicsit úgy magunkévá tettük, magunkra vettük, hogy a fülútján lehet a legtöbb információt befogadni, és a legtöbb látássérült ember, hát nem a braille-t olvassa, nem tudja használni a számítógépet, de bekapcsolja a rádiót, vagy betesz egy hangos könyvet a CD lejátszóba, akkor már van lehetősége arra, hogy akár olvasson, tehát művelődjön. A másik része pedig, ahogy mondtad, ez a társadalom érzékenyítése a látássérültek felé, hogy elősegítsük azt, hogy társadalmi befogadás legyen, hogy a látássérülteket jobban megismerjék, és hogy egy picit a közöttünk élők, a körülöttünk élők egy kicsit forduljanak felénk, látássérültek felénk, megismerjenek minket, hozzák el azokat az irodalmi alkotásokat, amiket annó a gyerekeik, vagy most a gyerekeik kedveltek, beülnek a stúdióba, ott egy látássérült kolléga rögzíti a felolvasásukat, ebből hangos könyvet készít, és természetesen mindenki számára hozzáférhetővé tesszük majd ezt a kiadványt. Gyakorlatilag akkor tulajdonképpen ti rábízzátok magatokat annak az embernek az ízlésére, aki ugye erre a felhívásra igent mond, vagy próbáljátok egy picit terelgetni, hogy esetleg mit olvasson? Igen, aki jelentkezik és felhív minket telefonon vagy e-mailt küld, meg szokták kérdeni, és mit vigyek. És akkor azt szoktunk mondani, hogy hát amit a gyerek szeret. De hogyha még ez is egy komoly gondolkodás, akkor el szoktuk mondani, hogy
főleg kortárs irodalomból vagyunk nagyon, nagyon rosszul ellátva. Most jelen pillanatban egyébként hány ilyen hangos könyvvel érhető a látássérült társaitok számára? Ezt nem tudom megmondani, erre nincs számadat, hiszen kereskedelmi forgalomba is kapható. Budapesten a Vakok Országos Szövetségének is van egy Bodor Tibor hangos könyvtára. Általában a megyei könyvtárakban is vannak hangos könyvtárak, és a mi egyesületünk is 2009 óta működtet hangstúdiót, és minden évben készítünk egy tematikus hangos könyvet. Tavaly például apa olvas programunk volt. Nagyon kevés apuka jött, körülbelül 12, viszont nagyon kreatív olvasnivalót hoztak, tehát nagyon kreatív olvasmányt olvastak föl. Na Tünde, hát akkor most néhány praktikus dolgot mindenképpen mondjunk el a nézőknek, tehát most akkor apukák már lecsúsztak erről a sztoriról, ugye jöhetnek az anyukák és a nagymamák, milyen telefonszámot hívjanak, illetve ha megvan az a bizonyos mese, vagy esetleg hosszabb novella, mert gondolom, hogy lehet itt szélesíteni a műfaji palettát, akkor mégis időben körülbelül hogy képzeljék el, mennyi időt fognak ott tölteni, és mi van, hogyha egy kicsit izgulnak, tehát ilyen praktikus dolgokat. Mondjunk el. Szóval maga a program az Anya Olvas április 9-én reggel 8 és 16 óra között kerül megrendezésre Nyíregyházán a Vakok Egyesület irodájában, Búza tér 20 szám alatt vagyunk, megtalálhatóak a földszinten. Kell gondolom jelentkezni? Nem kell bejelentkezni. Lehet jönni így futószalag szerűen, reggel 8 órakor már nyitva leszünk, ott ül a kolléga, és várja az anyukákat, nagymamákat, akik hónuk alatt megjelennek egy könyvvel. 10 percnél ne legyen hosszabb a felolvasott mű, ez lehet egy mondóka, egy vers, népköltészet, egy mese, egy novella, vagy egy nagyon minimális könyvecske, hiszen pici babáknak vannak ilyen nagyon minimális könyvesék, amik mondjuk 5-6 perc alatt fel lehet olvasni, vicces lehet, bármilyen, amit otthon a gyerekek vagy az unokák kedveltek vagy kedvelnek. Ez fénykép készítéssel jár, aki hozzájárul, készítünk egy fényképfelvételt, mert nekünk ez pályázatból kerül megrendezésre, és mint tudjuk, minden dokumentálni kell. De nyilván ez nem kerül ki sehová, tehát nem kell esetleg a szégyenlősebb nézőknek azon aggódni, hogy óriás plakáton látják vissza magukat. Nem. Max az Egyesület közösségi oldalára fog felkerülni. Ebből aztán hangos könyvet készít a kolléga, amit ingyenesen hozzáférhetővé teszünk majd az Egyesület akadálymentes weboldalán, vagy CD-n is el tudják tőlünk kérni, az Egyesület közösségi oldalán is meg szoktuk jelölni. Úgyhogy nem kell izgulni, és azt el szoktuk mondani, nagyon fontos, mert azt szokták kérdezni, hogy mi történik akkor, ha hibázok. Felolvasás közben semmi. A kolléga megállítja a felolvasást, azonnal korrigálja, ki tudja javítani a hibát, és akár hibamentesen tud a felolvasásra kerülni a hangos könyvre. Szóval április 9-e, én már tudom, hogy Jakub és a 100 nagypapa, vagy 200 nagypapa című nagyon vicces mesét fogom elolvasni, gyerekeim kedvence volt, és erre biztatok majd minden kedves nézőt, hogyha van ilyen mese, akkor vigyék, és olvassák. Köszönjük szépen, Tünde, és reméljük, hogy nagyon szép, színes, és tényleg szeretettel teli lesz az új hangos könyvetek. Köszönöm a lehetőséget. Mi pedig egy kis programajánlóval folytatjuk, és utána a tavasz jegyében hamarosan nyerekbe pattanunk. Március 31-én az Orlai Produkció őszi szonáta című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a Váci Mihály Kulturális Központban. A szereplők közt van a Kossuth és Jászai Mari díjas udvaros Dorottya, Radnai Csilla, Szél Attila és Fodor Anna Mária. Április 2-án kedden 16 óra 30-tól a Nyíregyházi Egyetem központi könyvtárában folytatódik a Könyvtári Tea délután című programsorozat, melynek keretében dr. Jósa András rendelője Hogyan készült a kiállítás címmel Körösfői Zsolt, régész, a Jósa András Múzeum munkatársa tart előadást. Egy életed van címmel dr. Csernus Imre tart előadást április 2-án a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban 19 órai kezdettel. Jegyeket a helyszínen, illetve a highlight.jegy.hu weboldalon lehet vásárolni.
A fiatalabb korosztály sem maradt program nélkül, ugyanis Révészné Petró Zsuzsával, a medvéskönyv szerzőjével, a Nyíregyházi Állatpark oktatási vezetőjével találkozhatnak a gyerekek egy író-olvasó találkozón április 2-án 10 órától a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Kárpátalja művelődés történeti emlékeivel ismerkedhetnek meg mindazok, akik részt vesznek a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi csoportjának április 2-ai rendezvényén 18 órától. A rendezvény témája művelődés történeti barangolások Kárpátalján. Az előadók közt van Popovics Béla, magyar örökségdíjas pedagógus, Munkácsi helytörténész és felesége Palojtai Márta, a Család és Élet civil szervezet vezetője. Családi erekjékből válogatott Élő múltunk címmel nyílik kiállítás április 2-án a Butykai Közösségi Házban 14 órától. A kiállítás megtekinthető 2019. május 31-éig, hétköznaponként 8-tól délután 4-ig. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara, Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és a Váci Mihály Kulturális Központ idén tavasszal is várja az idős korosztályt a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának ismeretterjesztő előadás sorozatára. Az első előadást Szilvásiné Bojda Márta intézményvezető tartja, Alzheimer Café mozgalom a világban és Nyíregyházán címmel, április 3-án 15 órai kezdettel. Tavasz közelettével előkerülnek a biciklik, egyre többen választják ezt a közlekedési módot, és bizony, ahogy az autókat is fel kell készíteni egy nyári-téli szezonra, a télen szakszerűen tárolt bringákat sem árt átvizsgálni, mielőtt újra nyerekbe pattanunk. Hát ki lenne más, mint akit erről faggatunk, Roma Ádám, szia Ádám, és tanítványai, Elődés Ákos érkezett ide a stúdióba. Hát nem mentem ki megnézni, ugye nem bicajjal jöttetek. Most nem. Most ugye hát itt készültetek, és egy kicsit ugye izgulnak is a fiúk, pedig hát nincs miért, mert hogy itt barátok közt vagytok, és úgy gondolom, hogy egy olyan különleges iskolába jártok, ahol mindig történik valami, ugye tanár úrnak köszönhetően. Ez az év mennyire volt izgalmas ilyen jövésmenés, vendégek szempontjából, mielőtt a biciklizésre terelnénk a szót? Nagyon érdekes volt. Nagyon sok program volt. Most például lett volna egy biciklitúra, de sajnos az idő miatt, amilyen ilyen rosszabb idő volt, és hát azért nem tudtunk menni sajnos, de mindig szoktunk menni ilyen túrára, vagy esetleg ha ilyen van, ilyen program. Hát egyrészt ugye vannak a sportos dolgok, másrészt meg jönnek a vendégek, akik hát általában nem kerékpárral jönnek, már csak azért is, mert nagyon sokan érkeznek ugye az ország különböző tájairól. Ebben az évben kik voltak a legkülönlegesebb vendégeitek, akik ilyen rendkívüli osztályfőnöki órára jöttek? Svájcból volt egy család, egy férj és feleség, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondtak így. Ha például eldobnak egy szemetet ott, és látja egy rendőr, hogy valaki észreveszi, az 10.000 forint büntetés jár érte. Nos, hát akkor kitágul a világ egy-egy osztályfőnöki órán. Előtte is ilyen nagy kerékpáros vagy? Vagy csak tanár úr jó voltából kellett neked is biciklire pattannod? Nem, én is nagy biciklis vagyok. Én is mondjuk, ha úgy van időm, mondjuk tanulás után elmegyek akár biciklizni itt a Bújtosi tó körül, ameddig bírom. Ez egy nagy kihívás. Egyébként hányan járnak bicajjal a ti sulitokba? Mennyire népszerű sport a kerékpár? Hát nagyon sokan járnak. Mindig tele van a biciklitároló. Én is megerősítenem. De ez az úgy nem elvárás, gondolom, hogy nem, az, aki ötöst akar kapni, annak kerékpárra kell érkeznie. Nos, Ádám, akkor egy kicsit, ugye ebben a beszélgetésben most tényleg itt csapongani fogunk, mint a küllők egy baleset során, mert hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen dolgokat tartogat még a Petőfi Sándor Általános Iskola ebben az évben, kik érkeznek hozzátok, viszont tényleg egy kicsit akkor a praktikus ismeretekkel. Kezdjük, itt a tavasz, lehet kerékpározni. Hogy működik ez a gyakorlatban? Kiszedjük a sufniból, egy kicsit leporolgatjuk, aztán ha van elég levegő a kerekekben, akkor már lehet is indulni? Én már elkezdtem körülbelül egy hónapja. Igen, ahogy mondod, el szoktam vinni szervizbe, át szokták nézni nekem.
és akkor már én is elkezdek bringázni, illetve a túrákat megpróbálom szervezni. Annyi, hogy még 3 héttel ezelőtt nem volt olyan jó idő, úgyhogy azt azért halasztottuk el, mert most jövő héten szeretnék egy túrát szervezni. És hát van, olyan, van zárt csoportunk, ahol beírom, hogy készüljenek ugye a túrázók, nyilván nézzék át a bicikliket, illetve hát lefixáljuk az időpontot, tehát ahhoz alkalmazkodjanak. Egyébként, ha ez már itt említetted a szervizet, ez muszáj? Vagy az ember képes otthon a saját kerékpárját azért nagyjából el tudom dönteni, hogy az most útra készen van, vagy csak mondjuk olyan speciális kerékpárnál ajánlod a szervizet, mint amivel mondjuk te rendelkezel? Természetesen, hogyha valaki meg tudja oldani otthon, akkor azt gondolom, hogy nem kötelező vinni szervizbe. Én azért szeretem elvinni, mert van egy kerékpáros bolt, akik nagyon jó barátaim, úgyhogy igazából ha ők átnézik, akkor teljes biztonságban vagyok. Én azt gondolom, hogy egyébként érdemes elvinni, ugyanúgy, mint az autónál, az egy biztonságérzetet ad. Most én úgy gondolom, hogy Nyíregyháza nagyon jó helyzetben van, ugye nagyon sok kerékpárútunk van, és sok-sok kerékpáros rendezvényünk van, úgyhogy meg szokott mozdulni a város, nem csak a két lábbal megközelíthető sporttevékenységekre, hanem különböző kerékpáros rendezvényekre is. Említetted, hogy a túra elmaradt, de hát még olyankor ugye el tudom képzelni, hogy azért nem nagyon voltak edzettek, vagy mondjuk a mindennapos testnevelés óra az elég fittséget ad ahhoz, hogy valaki egy hosszabb távú túrára induljon? Azt gondolom, hogy segít. Én nagyon örülök egyébként, hogy van ez a mindennapos testnevelés. Hát azért is írom be egyébként a csoportba, hogyha tudnak a túrázók, akkor menjenek el Borbányán egy kisebb körre, tehát ne az legyen, hogy elmegyünk mondjuk 40-50 kilométerre, és akkor izomlázuk lesz, tehát jó, hogyha erre is készülünk, meg az első túra az nem szokott olyan megerőltető lenni, tehát erre én is figyelek. Na, akkor hova készültök most? Mi lesz az első célállomás? Nyíregyháza vonzás közvetébe fogunk menni, Nyírpazonyoros, Nyírtúra, Sóstó, tehát és vissza a Nyíregyházáról, ez egy ilyen 40-50 kilométer lesz, meg is állunk többször, tehát igazából az a lényeg, hogy tényleg beinduljunk. Mit tudtok mondani azoknak, akik még soha nem voltak mondjuk egy ilyen kerékpártúrán? Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Hát szerintem nagyon jó, és ez úgy szokott lenni, hogy tényleg a tanár is mondta, hogy át kell alaposan vizsgálni a kerékpárt, lánc, fék, ugye, az nagyon fontos. Egyébként szoktunk focizni. Már kerékpártúra közben? Hát megállunk egy helyen, aha, és esetleg eszünk, iszunk és focizunk. Meg még sok, szokott lenni ilyen sok érdekes program is. Például nekem a legjobban a tokai kerékpártúra tetszett. Tehát ott volt foci is, volt hajó, ilyen hajókázás is, és nekem nagyon tetszett. Gondolom, hogy azért az, aki nem minden nap sportol, és nem bicajjal jár iskolába, és mondjuk egy ilyen hosszabb túrára megy, azért az elég kemény. Mondjuk előtte számodra mi az a lélektani határ kilométerben, amikor ma azért úgy gondolod, hogy nagyon jó lenne egy fagylaltozó valahol és megállni? Hát ezt még úgy annyira nem próbáltam, de szerintem egy ilyen túrát azt kibírok azért. Na, majd most így tanár úr elkezd gondolkodni, hogy jó van, öcsém, ezt mondtad, akkor majd szervezünk egy 80 kilométeres túrát. Van egyébként tényleg egy ilyen határ, ami fölött már mondjuk meg se szerveznéd? Mert úgy gondolod, hogy a hetedikeseknek az már teljesíthetetlen? Amit mondott Ákos is, volt a tokai túra, de még abban az időben, amikor még nem adták át a kerékpárútat, és akkor ugye meg kellett kerülni, az azt hiszem 120 kilométer volt, na az tényleg fárasztó volt, és akkor gyakorlatilag tényleg egész nap csak bringáztunk, akkor azért láttam, hogy mindenki nagyon elfáradt. Azt gondolom, hogyha már több túrán is túl vagyunk, akkor egy 89-90 kilométert viszont azért úgy kellemesen elfáradtak, jól bírják a résztvevők. Mik a legfontosabb olyan közlekedési szabályok, vagy mondjuk, hogyha tényleg többen mennek, és a követési távolság azért kisebb, amire nagyon kell figyelni? Amit pont mondtál, a követési távolság az nagyon-nagyon fontos, mert abból ugye tömegbaleset is származhat. Illetve az, hogyha nagyon meleg van, akkor ugye sok folyadékot vegyünk magunkhoz.
ha megtettünk egy bizonyos kilométert, akkor álljunk meg pihenni, akár csak 5 perc, akkor már ugye tényleg pihenünk, felfrissülünk. Tehát vannak ezek a kis praktikák, ezeket be kell építeni. Telefon közben azért nem nyomkodjuk, tehát ha leszállunk, akkor készítsünk fotókat, mert az is balesetveszélyes. Úgyhogy igazából ezekre oda kell mindenki figyelni. Megtalálna az, hogyha, tehát hogy így random módon nem állunk meg, ugye? Igen. Mindenféle jelzés nélkül, mert akkor elképzelhető, hogy a mögöttünk levő 50 osztálytársunk vagy iskolatársunk nem képes megállni, és aztán egy darabig nem lesz túra. Na, hát hogyha most már ilyen vidáman belekerekezzük magunkat a tavaszba, akkor reméljük, hogy már nincs olyan nagyon sok idő hátra az iskolából, és hamarosan vége lesz. Nem tudom, hogy ti várjátok-e az iskola végét, vagy annyira jó dolog tulajdonképpen itt ebbe a suliba lenni, hogy nem feltétlenül vágyakoztok annyira a nyári szünetre. Hát maradnánk szívesen, mert nagyon jó programokat szerveztenál is, de nyári szünetet nem hagynánk ki. Azért azt nem hagynátok ki. Mi minden lesz még? Ugye itt a beszélgetés elején kérdeztem, hogy vannak-e különleges terveid vendégek tekintetében. Egyáltalán ugye, ha valaki esetleg nem tudná, Ádámnak van egyfajta olyan missziója vagy küldetése, hogy tulajdonképpen érdekes, különleges, szakmájukban nagyszerű, vagy nem is kell feltétlenül hírességnek lenni, tehát valami mindenképpen példamutató embert hívj meg egy osztályfőnöki órára, akit ott a diákok, tulajdonképpen akár ízekre lehet szedetni, hiszen meg lehet tudni a titkot, hogy mitől is olyan különleges annak a valakinek az élete. Elindult ez a kis misszió, és gyakorlatilag ez most már olyan, mint egy dzsungel, hiszen gondolom, hogy tippeket adnak, és hát soha nincs vége, mert érdekes emberek mindig vannak. Mi egyébként a fő koncepció, vagy az a fő irányelv, amit azért következetesen tartasz, amikor kiszemelsz egy-egy áldozatot? Azt azért mindenképpen meg szoktam vizsgálni, hogy értékes ember legyen, lelkes legyen a szakmájába, odafigyeljen a szakmán kívül, vagy a hivatásán kívül a mindennapi dolgokra. Úgyhogy igazából összetett, és ha már mondtad, legközelebb Fenyő Iván színművész fog eljönni hozzánk, akit nagyon várunk, és a gyerekek készítettek is plakátot, tehát... Ő egy ilyen nagy motivátor tulajdonképpen. Igen. Úgyhogy amit épp beszéltünk, tehát amellett, hogy színművész, azt tudom, mert azért valamennyire ismerem, hogy neki is fontos az, hogy motiválja a környezetét, tehát hogy az az ember az úgymond ilyen globális legyen. Most egy fura dolog jutott eszembe, volt olyan valaki, akiről mondjuk így az újságokból vagy a televízióból azt gondoltad, hogy példamutató vagy értékes, és a személyes találkozás mégsem hozta azt az érzést, vagy esetleg talán még csalódtál is benne? Bevallom őszintén nem. Nem azért, mert most ezt kell, hogy mondjam, de úgy éltem meg mindig, hogy tényleg pozitív volt a végkimenet a dolognak, aminek nagyon örülök. Az nekem sem lenne jó, hogyha a csalódás lenne, azt gondolom. De hát nyilván előfordulhat bármi, de hát igazából mindenkinek lehet esetleg rosszabb napja, tehát ez is olyan összetett, ha én is emlék bárhova, akkor lehet, hogy nem két nap nem mindig ugyanazt tudnám nyújtani, tehát... Talán ez is benne van, hogy a gyerekeket elfogadásra tanítsuk, sőt, hogy esetleg azt lássák pont, hogy valaki, akit csak egy szupersztárnak gondoltak eddig, ő is húsvér ember, és vannak neki is hibái, és esetleg lehetnek rosszabb napjai. Nos, hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és akkor reméljük, hogy Fenyő Iván bácsitól sok érdekes dolgot hallottok majd, gondolom sok selfie és posztolás és mindenféle egyéb ilyen közösségi nyalánkság készül majd, és balesetmentes kerékpározást kívánunk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, mi pedig hát eltoljuk a bringát, köszönjük szépen az e-heti figyelmüket, ennyi fért a mai adásunkba. Jövő héten ismét érdekes és színes témákkal jövünk, érdemes lesz akkor is velünk tartani. Addig is kellemes hétvégét kívánok önöknek kollégáim nevében, és viszontlátásra!